Az előzőekben láthatták, hogy egyes növények milyen hatással lehetnek társaikra, ezáltal okozva károkat erdeinkben. Van azonban más, olyan természeti erő, amely sokkal gyorsabban és látványosabban fejti ki hatását. Júniusban ellátogattunk a Benyovszky család nevéhez fűződő parkerdőbe, mely a Gyulay ZRT kezelésében áll. Akkor egy hatalmas forgószél jellegű vihar a 27 hektáros terület gyakorlatilag egyharmadát letarolta. Még stábunknak is feladta a leckét, akkor a bejutás az erdőbe, hiszen a hatalmas kidőlt fákon át vezetett be az út. Nézzük hát meg, mi is történt a vihar óta, és hogy jelenleg milyen munkálatok zajlanak az erdőben. Egy kollégámmal, a kerületvezető erdész kollégámmal, Molnár Csabával jártunk ki legelőször a területen, közvetlenül a vihar másnapján, mert sejtettük, hogy valószínűleg hatalmas problémával fogunk szembesülni. Így is történt, gyakorlatilag egymás hegyén hátán feküdtek ezek a 150-160 éves nyugati ostorfa és kalábriai fenyőfa egyedek. Hihetetlen dolog, de a kápolna megúszta. Tehát körülötte kidőltek a fák, de egy sem dőlt rá a kápolnára, és ez hihetetlen jó érzéssel töltött el minket. Azon kívül, hogy természetesen ez a 8 hektár erdőnek a megsemmisülése óriási feladat. Első körben meg kellett közelíteni a területet. Tulajdonképpen fel kellett szabadítanunk a közelítő nyomokat, ami majd a fakitermelő csapatok be tudnak a területre jutni, és meg tudják kezdeni egyáltalán a kárfelszámolást. Második fázisban az egymás hegyén hátán fekvő faegyedeket muszáj volt megmozdítani, hogy ezek a feszültséggel terhelt törzsek valamilyen szinten kiengedjenek, és életveszélyes helyzetek ne alakuljanak ki emiatt. A fakitermelő brigádok, amikor nekiálltak, csörrös traktorokkal kezdték el a fakitermelést, rákötnek az egyes faegyedekre, meghúzzák, hogy a feszültség kiengedjen belőle, és utána állnak neki a gajazásnak, darabolásnak, ami egy sokkal biztonságosabb dolog már, mint az egymás gabajodott fáknak a gyakorlatilag darabolása. Amikor hosszabb méretekre földarabolták a fákat, akkor kihordó eszközökkel, vagy traktor utáni kihordó, vagy pedig forwarderrel kiközelítjük a terület szélére. Még ideális körülmények között sem veszélytelen a fakitermelés, azonban így, hogy vihar sújtotta a terület és az állomány, ez csak fokozódik. Munkavédelmi szempontból a fakitermelés gyakorlatilag a második legveszélyesebb szakma a világon. Itt is ezeknél a fáknál is felmerül az, hogy gyakorlatilag életveszélyes közegben dolgoznak nap mint nap a fakitermelőink, akik itt a kárfelszámolást végzik. Minden egyes fánál nagyon óvatosan kell megközelíteni, nagyon óvatosan kell darabolni, ezért a teljesítmény sem olyan, mint egy egyéb jobb állomány esetében, ami lábon áll, és egy szokásos fakitermelési metódus alapján történik a fafeldolgozás. Itt nagyon óvatosan és körültekintően kell bánni minden egyes fával. Mindenképpen a fakitermeléshez elengedhetetlen a megfelelő végzettség. Aki a készletező helyen dolgozik, annak is ilyen végzettséggel kell rendelkeznie. Fontos a biztonsági ruházat, döntő sisak fülvédővel mindenképpen, a vágásbiztos eszközök, vágásbiztos nadrág, vágásbiztos bakancs, és természetesen a munkaeszköznek, a konkrétan a motorfűrésznek is olyan állapotban kell lennie, hogy a folyamatos munkavégzésre és a biztonságos munkavégzésre alkalmas legyen. Most jelenleg 2 fakitermelő csapat dolgozik itt, és egy fokkal jobban haladnak, mint előre gondoltuk, úgyhogy reméljük, hogy november közepe és vége között az elsődleges fakitermelési munkákkal és a terület letakarításával végezni tudunk. A fakitermelés végeztével még korán sem ért véget a munka. Új felújítás kezdődik, amely szigorú szabályokhoz van kötve. Tehát legelső lépés az, hogy termőhelyet fel kell térképeznünk. Mivel ennek a területnek nem volt fakitermelési erőírása, mert helyi védettséggel rendelkezik, elsősorban nekünk a jogszabályokat figyelembe kell vennünk a helyi védettség miatt. Az erdő állomány letermelése után a felújítás csak is őshonos fafajjal vihető véghez. Hazai egyéb kemény lomb célállomány típus csoportba tartozó fafajokkal, illetve célállomány
típussal fogunk próbálkozni. Ez azt jelenti, hogy 8-10 féle fafajjal jövünk vissza a területre, termőhelytől függően. A termőhely nagyon változatos itt a területen. Síkvidékre jellemző, hogy akár pár méteres szintkülönbség is óriási termőhelyi különbségeket eredményez. Na, ehhez kellünk mi, hogy feltérképezzük a területet. A fakitermelés után kötelezően 2 éven belül meg kell történnie az erdőfelújításnak. Ha ez megtörtént, akkor onnantól kezdve 10-12 év, mire egy erdőfelújítás befejezetté válik, hogyha minden jól megy. Természetesen ennek is vannak buktatói, itt az időjárás is közbeszólhat, egyéb természeti károk is. Amint mi itt a sürgősebb dolgainkat elvégeztük, azután is óriási figyelmet fogunk fordítani a tengelici parkerdőre és arra, hogy minél előbb át tudjuk adni, és ugyanúgy tudják élvezni, mint a óriási viharkár előtt. A közjóléti létesítményeinket természetesen, amelyek a viharban károkat szenvedtek, megjavítjuk, újra kihelyezzük, és a sétautakat is természetesen helyreállítjuk.